Rendhagyó helyszínen az egyetem aulájában tartották az új év első előadását a nyugdíjas egyetemen. Dr. Pongrácz László azokról az általános jótékony hatásokról beszélt, amik elősegítik az ember testi és lelki egészségét. Az előadás főszerepében a lovak voltak, ennek keretein belül szó esett a lovak történelméről és az emberrel való kapcsolatukról is. Végigszaladunk a ló származásán, evolúciós folyamatain, csak hogy lássuk, hogy milyen határtalan képességekkel, illetve tűrőképességgel bíró, milyen alkalmazkodó képességgel bíró fajról van szó. Ezt követően a lónak a régi korokban, illetve a mai időkben megtapasztalt hasznosítási formáin szaladunk át, és ezek után kerül sor a terápiás célú mai felhasználásnak a részletesebb ismertetésére. Dr. Pongrácz László az Óvári Egyetemen végezte doktori tanulmányait. Európa számos országában és az Egyesült Államokban is részt vett farmgyakorlatokon. A lovakkal először hobbiként kezdett el foglalkozni, mára azonban a lovas képzések országosan elismert oktatója és vizsgáztatója, a témában pedig több cikket és könyvet is írt. Páciensnek, hogyha esetleg olyan mozdulatokat végez, amitől egy átlagos ló megriadna, tessék visszagombolni, menekülő állat, ha az a beteg páciens esetleg egyet rikkant, sikolt vagy valami, a terápiás lónak rezzenéstelen, nyugodt pofával kell ott tovább ballagni. Tehát ez speciális tulajdonságokat igényel. Nem szükséges azonnal a lovaglással kezdeni, elég, ha valaki kimegy egy lovardába és szemlélődik, megfigyeli a lovak viselkedését. Ha valaki pedig lovagolni szeretne, Moson-Magyaróváron és környékén számos lehetőség van, hogy a lovaglást és a lovakkal való tevékenységeket a gyakorlatban is kipróbálja. Természetesen körültekintőnek kell lenni, hiszen egy más élőlény, más állatfajjal, tehát más fajjal kapcsolatban történnek ezek a dolgok. Magyarán itt a fajok közötti kommunikáció adta nehézségeket érdemes áthidalni, és előzőleg felkészülni a ló sajátos faji viselkedéseiből. De emellett azonban is nyilván vannak speciális védőfelszerelések, a lovagláshoz hozzátartozó felszerelések, amik részben a kényelmünket, részben a biztonságunkat szolgálják. Ezt érdemes nyilván figyelembe venni. Ezen kívül mindenki ízlése és jókedve szerint alkalmazhatja és kipróbálhatja ezeket a dolgokat. A nyugdíjas egyetem következő szakaszában Faragóné Tóth Zsuzsanna, a Senior Tánc, azaz a Tánccal az Alzheimer kór ellen címmel tart majd előadást február 15-én. A nyugdíjas egyetem januári előadását hamarosan teljes egészében televíziónk műsorán is megtekinthetik majd.